amit egy kicsit törzsfahangban is éveltek, és nagyon jó megjelent, alapanyagból készült. Éveleten tekintve fiatal, valószínűleg egy-két éves lehet, 2011-et tippálnék évjáratnak, és Egert előbb még borvidék. A bornak még szép jövője van, nem évtizedekben mérhető, de egy jó pár évben biztos. Reméljük, hogy mire a gyümölcsök beérnek, addig a savak még nem fognak eltűnni a borban. Még 5 perc. És akkor nézzük a vörösbort. Nagyon sötét színű, rubin vörös színű bor van a kezemben, aminek a közepe szinte fekete, annyira sötét, a széle pedig sötét piros. Tiszta és szép templomablak jelenséget figyelhetünk meg a pohár oldalán, tehát a sok alkohol vagy test rendutalan közel. Illatában is egy nagyon mély illat figyelhető meg, amiben a fekete bogyós gyümölcsök, erdei bogyós gyümölcsök viszik a prímet, áfonya kökény, fekete szeder, tiszta, nem túl fiatalos, de nem is érett illat, ez egy ilyen fejlődő korban lévő bor, azt gondolom. Száraz, nagy testű, elég nagy alkohollal megáldott, de nem túlzottan kilógó alkohollal. Szép élő tanninokkal, még nem érett, de már nem szállító tanninokkal megáldó bor. Ízében is az erdei bogyós, kökényes, fekete szedves vonal dominál. A nagy alkoholból azt gondolom, hogy ez egy déli termőhelyről származó bor, tehát szexeldi vagy villányi. És Cabernet Franc, vagy Cabernet Sauvignon jelenlétére erősen gyanakodom. 2009 mondanék évjáratnak, és ez pedig egy bélszín, vagy rostélyos, vagy bólyú ételekhez tudnám elképzelni, akár grillezve a zöldségekkel. Még egy 3-4 évet biztosan élvezhető lesz az a bor.